A mezőgazdaságban is folyamatos és egyre nagyobb problémát jelent a munkaerőhiány. Azonban a gazdálkodók nem csak kézi munkaerőből találnak kevesebb szakembert a piacon, hanem képzett mezőgazdasági gépszerelő után is két kézzel kapkodnak. Itt a megyében egymástól vadászok le ezeket a gépész embereket, és én úgy gondolom, hogy most olyan hiány szakma, keresett szakma, amivel akár tíz helyre is el tud egy gépész ember helyezkedni. Alig várjuk, hogy valaki valakit elengedjen, már tizen meg rácsapunk, hogy elcsábítsuk, úgyhogy ez megy most itt a megyébe, talán országos szinten is. A szakemberhiány pótlására az Agrárminisztérium a mezőgazdasági eszköz és gépforgalmazók országos szövetségével közösen 2016-ban indították útjára a Legyelte is mezőgépész kampányt. Az átfogó képzés és karrierprogram eredményeként az elmúlt öt évben a duplájára emelkedett a mezőgépésznek jelentkező diákok száma. Az idei tanévben az Agrárminisztérium szakképző iskolai hálózatában összesen 6311 mezőgépész diák tanul még nagyobb súlya kellene jelentkezni, főleg azoknak, akik ezeket a gépeket majd karban tartják, illetve üzemeltetik, ugyanis a, ezek a korszerű gépek már olyan informatikai felszereltséggel rendelkeznek, hogy nem lehet csak egy átlag tudással ezeket a gépeket kezelni, úgyhogy én nagyon örülök, és szinte csak ez menteti meg a mezőgazdaságot ha a fiatalok erre irány, fiatalokat erre irányítjuk a figyelmüket, és egyre több emberre megszerettessük ezt a szakmát. Rács Imre azt is elmondta, örvendetes, hogy egyre többen tanulnak tovább mezőgépészmérnököknek, azonban fontosnak tartja, hogy a kikerülő szakemberek olyan tudást szerezzenek, hogy megértsék egy gép működését, és az elejétől a végéig el tudjanak végezni egy munkafolyamatot.